Sziasztok, ez itt a Mobius Final Fantasy, újra itt vagyunk a Square Enix jóvoltából, én G-Tomi001 vagyok, és már is folytassuk a kalandunkat Palamencia világában, ugye legutoljára Pupu Strikes Back eseményt kezdtük el játszani, ami már korábban volt, csak arról lekéstem sajnos, de újra visszajöttek az űrlények, ugye, és el akarják foglalni Palamenciát, a bolygót. Hát ezt megpróbáljuk megakadályozni, és folytassuk is a kalandot. Új kártyát is kaptunk ugye a Final Fantasy 15-ös játékból, amit tavaly adtak ki frissen PlayStation 4-esre. Ugye egy újabb játék, egy újabb Final Fantasy játék kártyáit tették közzé itt ebbe a játékba, a Mobius Final Fantasy-be. És igen, itt lehet látni Pupu Strikes Back, ezek a kis zöld űrlények, és már is folytassuk, de előtte csinálunk egy ilyen kis dolgot, hogy veszünk kártyákot, ugyanis van 4000 Magisite-unk és 4 Summon ticketünk van, így már be tudunk gyűjteni kártyát, a új Summon kártyákat, ugye, a Final Fantasy 15-ösből. Úgyhogy, hát először meg is nézem, hogy mik azok a kártyák, hogy itt vannak a hírek. Tehát most először megnézzük a login bónuszt. Ha nézzük, mit kapunk, like 10.000, ability ticket egyszer, fantasztikus, climb all, nagyszerű. Wow, egyre jobb dolgot kapunk. Jó, ha megnézzük a kártyát itt, van egy ability card 3. Itt azok a új kártyák, amik itt vannak. Ugye, és amit lehet nem vettem észre. Jó, igen, itt vannak a Pupu kártyák. Egy Pupu kártya, két Pupu kártya, amiket lehet a harc során begyűjteni, ugye? És van az az Upos kártya, Light Force, Light Skill Seed-ek begyűjtése, tehát a fejlesztésén szükséges. És hát nézzük meg először a híreket, menjünk vissza a honpátőre gyorsan, hogy pontosan mit írnak ezekről a kártyákra, ugye már ezeket a kártyákat itt be lehet gyűjteni. Hát itt vannak a hírek, ugye Final Fantasy 15-ös kártyákról, minket kapunk, és a főszereplők arcképeivel ellátott kártyákat lehet kapni, csak nem mindegy, hogy milyen, ugye. Nézzük. Ugye a regália kártyát automatikusan megkaptuk, hogy beregisztráltunk, login, beloginoztunk a játékba, Mobiusba. Nagyon gyönyörű kártya, őszinte megmondom neki, itt van Supercharger, ez a tulajdonsága a kártyának. Aztán itt vannak ilyen ability kártok. Noctis, Lunafreya kártyák, amiket jó lenne megszerezni, ugye csak az a baj, hogy ezek Warp Strike, Noctis, Multi Strike, Simplifying, Painful, Break and Down, Egg, Light Orb, Rario Ability, Card Batch 1 Lineup, Prompto Piecer, Breaker Focus, Sniper, Uwe Defense, Luna Freya, Oracle Blessing, High Wind, kártyák Aranea, ezek a kártyák, amiket meg lehet Supreme Cards szerezni. Card Batch 1 Lineup kártyát, ugye? És itt van ez a Royal kártya, ez a Unbreakable Bones Single Target Dark Attack, az limitált szériái kártya, úgyhogy most visszamegyek a shopba ide, és a Summon kártyákhoz, és itt található a Final Fantasy 15-ös kártyák, és egyikük között lesz az biztos, hogy itt a harmadik, itt a info. Itt lehet látni a Final Fantasy 15 Limited Summon, hogy Unnatural Ability Cards of Rarity 3-4. Úgyhogy ezt fogjuk most venni, ezt a kártyát. És mik ezek a Supreme Summon kártyák itt? Ja, és igen, kapunk Summon Rarity 4 Ability Card. Unbreakable Royal Arms, Unbreakable Limited Supreme Cards. Jó, itt is van lehetőségünk rá.
szubvenciumon itt is. Mondom, egy a reality ability class a level max. Oké, royal az, az semmi. Jobb summonnál nincsenek a Final Fantasy kártyák, hogy New Player Free Summon 0 left. Tehát itt vannak egy olyan kártya, ami minden nap 4 csillagos kártyát kapunk, és ingyenes bizonyos ideig. Úgyhogy most a Final Fantasy 15-ed limited summon kártyákat fogunk venni, és veszünk kártyákat. Mielőtt megtennénk, nézzük mennyi helyünk van a Dexta Ability Cardban, 83, napszerű, és 17 helyünk van. Úgyhogy beszélünk is, itt van, tehát Final Fantasy Limited Summon, Use for Summon Tickets and 1000 Magicite Summon 6 card, úgyhogy 6 kártyát lehet megszerezni, ugye 4 Summon Ticketet fogunk használni, és 1000 Magicite-ot. Hát akkor használjuk. Pirot lézer az jó, jó jel. Na nézzük, milyen kártyát kaptunk. Jó, itt van egy új Titan Final Fantasy 7. Ezt sajnos nem tudjuk használni, tovább. Flora, új kártya. Nem rossz. Ilyen sincs még. Chariot. Egy új kártya. Tovább. Ark. És nincs Final Fantasy 15-ös kártya, ami nagyon nagy. Probléma. Úgyhogy van még 3000 Magicite-unk. Nézzük a kártyák, ezt a 3000-et is el fogom használni. Úgyhogy... Six ability cards mondjuk, hogy you have a chance to drive a rarity nature of... Aha! Limited legend card, you have a chance to drive a legend job card. Még egyszer használjuk. És lehet, hogy szerencsék lesz akkor. Akkor benne lesz a Final Fantasy 15-ös kártyából valamellik. Na nézzük! Léger. Lesznek 4 csillagos kártyák is. Lunafreya Final Fantasy 15-ből. Szuper! Lesz egy 3 csillagos kártya. Funfreak. Oké, ez a Final Fantasy. Ha jól tudom, akkor a 12-esből, igen. Tovább. Raiden. Oh, card augment. Super. 4 csillagos kártya. Tovább. Amazon. Ez is új kártya. Ez is 4 csillagos. Tovább. Hermes. Ez is 4 csillagos, szuper, nagyszerű. És egy 3 csillagos kártya, amink már van. Hát majdnem mindegyik új kártya, ugye? Jó formán, úgyhogy... Az a Lunafreya kártya, ezzel kíváncsi vagyok. Úgy megyünk is vissza a home button-re, így. És megnézzük a kártyákat, hogy a ability kártoknál mik azok, amit kaptunk, hogy itt van egy új kártya. Az a Chariot, Ice Shift. Jó, az minket nem értek el, különösképpen. Itt van valami Windes kártya, Urban Nullfire Charges, Defense for Several Turns. Jó. És itt van lent, itt lesz, igen, itt van az a Lunafreya kártya, kaptam egy Final Fantasy 15-ös kártya, az Oracle's Blessing. Absorb damage and snipe, increase critical chance.
túl mi minden jó. Restore HP, Remote, All Elements, Interactive Resistance to All Elements. Iha. Add Walls. Hú, ez nagyon jó kárt, ezt fel is rakom. Csak nem tudom hova. Annyi jó kártya van itt, hogy brutális. Nézzük akkor a deck-set. Vagy a Wedge kártyát fogom, vagy a Knight of the Rhyme kártyát fogom lecserélni, mindjárt megnézzük. Increase Attack Fate, Increase Magic and Boost, Increase Break, Power. Jó, nézzük a Wedge kártyát. Tap Hust, Increase Active Parting, Drain, Attacks and Ultimate Restores. HP, azt hiszem a Wedge kártyát fogom lecserélni. Kaptunk egy Final Fantasy 15-ös. Luna Freya kártyát, szuper. Na nézzük. Fel is tesszük ide. Így. Jó. Már kettő Final Fantasy 15-ös kártyánk, ami nagyszerű. Viszont a Home Battle-re, és folytassuk a kalandunkat. Wow. Itt tartottunk, ugye? És ezt a... Meg kell nyitnünk ezt a utat. Kukucol, három meg kellene, úgyhogy háromszor kell is még harcolnunk. Nézzük, Ultima Boon, mikor vannak itt, legyen a Ultima Boon, amit lecseréltünk, kártyát, úgyhogy folytassuk. Na nézzük. Kör, így a kutyuk ellen. Critical Chance Up, oké, okay. Elhasználtuk a kártyánkot, ha jól tudom. Na, durva, jött a harmadik kör. Oké, fönt van a gól. Jött egy kis Ice Strike, ugye a spéci ütéseink, de ahhoz szerintem az ufók ellen fogom már használni, ugye úgy néz ki. Akkor már két ellenfél ellen nem fogom elhasználni a speciális támadáson, hogy ugye ezt a két kis szörnyeteget legyőzöm, és aztán majd a kukó ellen fog használni a dolgokat. Ezt csinálok egy break-et rá. És a break után már csak a HP-ra fogom koncentrálni. Egy Ice Strike-ot. Akkor a szkórunk is megnövekszik. Gyert a break, jó. Tökéletes befejezés. És a pupunk ugye a segítőkész pupunk, aki segít minket a harcban, de egyelőre nem segít, ez lehet, hogy
érzékelő az, hogy hát ő, hogy is mondjam, fajtáját mészároljuk, vagy nem tudom, szerintem fog még segíteni nekünk, szerintem Hapin 3215 támadás, 315 és a Breakover 163-ra ugrott fel. Ugye új kártyákat tettünk fel, valamivel gyengébbek vagyunk, kukú kártyákat kaptunk, kukúszor egyszer, és még egyszer, hogy ötös meglegyen, ugye, öt kukúszor, és akkor folytathassuk autónkat Kelátnak, úgyhogy ide gyorsan, akkor Sighted, így, Great Gospel jobbnál jobb. Csak gyógyító kártyák, amik vannak, úgy látszik. Most már annyi gyógyító kártyám, annyi jó gyógyítókat nehéz köztük válogatni. Ha még az Airwiz kártya is bejött volna, akkor azt mondom, hogy fejet hajtok előtte. A Lunaflay a kártyának örülök őszintén megmondom. Itt nincs esélye mentőnek. Brutálisan nincs esélye. Ugye a másik kör. A Greed Gospel mindig játszik, most már nem. Már lement ez a tulajdonságunk. De szerintem hamarosan felad a kukúra, hogy feltöltődnek a kártyák, ugye itt már lehet használni is tulajdonságokat. Tehát egy break, tehát egy ice strike szerintem, ezt tudjuk hozni. Jó. Lina Freya. Green Gospel. Jó, úgyhogy a Boon, jó. Jó, jöhet egy Supercharger. Jó, jöhet egy ice strike. Brutál! Brutál! Fantasztikus! Fél millió pont! Tehát mivel a kukuk általában nagyon gyöngék, kevesebb pontot is kapunk, HP 3227, támadás 317, a Beta 164-re ugrott fel. Nagyszerű! Kukukártya! Szuper! Kupuszol 1, meg van a 5. kupuszol, hogy tovább tudunk menni. Nyerőre, ugye utóbbul kapjuk ezeket a kupu lelkeket. Ezeket kell begyűjteni. És itt már meg tudjuk nyitni. Nem, még egy hiányzik. Még egy hiányzik. Akkor nekiugrunk még egyszer. Ezt a Green Gospel úgy vál mennyire úgy, hogy szuper. Bebiztosítjuk magunkat azért úgy, hogy nem probléma. A harc is nem lát probléma. Ezeket a kártyákat ki fogom próbálni, ugye a Macro Reactor Infinity, de nagyon erős ellenfelek vannak. És hogy mennyire tudom megvédeni magamat az erős ellenfelektől, annélkül, hogy megölnének, hogy egyetlen egyszerű pontot domb itt használok. Ugye már itt az volt a probléma, sok törnyítomt használtam, és nagyon-nagyon elfogott nekik. Ami nem jó. És minél jobban a terület közepére közeledtünk, ugye, annál erősebbek voltak az ellenfelek, és annál több főnyitom fogyott el, és sajnos már csak 3-4 főnyitom maradt. Ez véget hattam ott a Macro Reactor Infinity végtelent, és hát megnyitódott ez a terület, a Kuku Strike Back esemény, ugye, ahol még nem voltam, és sok helyen még nem voltam a Salamisa világában, sok helyet nem jártam benne.
végigjátszásokon belül, végigjátszásokon kívül már ugye voltam pár helyen, be is mutattam, hogy kezdődik a játék, és akkor kimutathat, hogy hol vagyok mellik ponton éppen, mellik területen, vagy jöhet a harmadik kör. Nem tudom, milyen helyen léptük ezeket a... Ülényeket, milyen lehet hozzá hasonlítani, mint a borsók, vagy a babók, nem tudom. Fogtalmam sincs. Ennyi. Egy olyan kártyát kellene szerezni, ami felviszi a... a limitemet, tehát az ultima gauge feltöltődik, ugye, ami HP alatt van, és csak avval támadnunk. Akkor brutális mennyiség, több millió pontot elérnék vele szerintem God Battle. Én mindjárt kezdünk egy Ice Strike-ot szerintem. Ugye Ice Strike csak akkor a több pontot, ha levetjük a break-et, a pajzot levetjük az ellenfélnek. Brutál. És akkor kapunk több score-t. Tehát utána, amikor támadunk a Ice Strike-ról, a speciális támadásunkkal, akkor a több pontot a játék. Közben fejlődnek a kártyáink is. Hát én 3240 támadás hánk, tehát mindenki ezt például 166-ra ugrott fel. Kupu kártya újra. És megvan a 10. kupu szól. És tovább tudunk menni. Tudunk tovább menni. Igen. Ide teleportálunk a 300 Wild Street-hez. És folytatjuk útunkat Kelantra, ugyanis megnyílt az út. És a 400 Wild Street a következő állomás. Na nézzük! Unlock Roads! Szuper! Wind Swarm Sighted, a kártyák megfelelnek rá, ugye Iron Giant kártya ott van, ami föld elementes kártya. Mindes kártyára szerintem nem egyszerű, hogy Super Charger, ilyen a regália másik kártya, ugye, autót kártyát, nem tudom mit rakjak fel ide. Van Boost, Reagan, Wall, legyen a Reagan kártya, jó, Carbon Slash. Carbon Slash kártya nekem először a Final Fantasy 8-ba ismerkedte meg a Carbon Slash-vel, ugye, aki kibújt a földből, és volt egy ilyen kicsi kis kristály a homlokába, és feltöltötte az életet a hősenynek egy bizonyos szinten. Jó. Nem látok a különbséget, ugye egy múltkori végigjátszásból is kerestem azt a lehetőséget, hogy hát valami különbség legyen köztük azért. Nem ugyanazok ellenfelek, de nem probléma, gyöngék meg gyöngék. Hápink 3254, támadás 320, breakpower 167, és a varázslat 359 pontra ugrott fel. Megint csak Pugu kártyát kapunk. Follow this player, no, nem fogom követni ezt a játékost, nem kérem tőle kölcsön a kártyát. Nézzük, mi van a ládikóban. Mog amulet, 4 csillagos. Crystal egyszer. Ability ticket 5-ször, nem rossz. Exactly what are those things? They sometimes couldn't have been minions of chaos. Not if they were from another world, right? This place is close to border between Palamedes and other worlds. The strange things like this happen from time to time.
I suppose I'm one of the two strange things too. After I don't know how I made it here to Palamesia either. Then I suppose Max, you both aliens. That means that you should be our buddy. Don't lump in with me and with them. Hogy kik ezek a szörnyek, ugye, és néha összeolvad a két világ, erről beszélnek Palamesia és a másik világ, úgyhogy ezt a részt kivittük, úgyhogy át is teleportálunk a 301 Red Streethez, és folytatjuk éjszaknak a kalandunkat. Nézzük. 303 Red Street, Light and Dark Spark City. Érdekes. Lukács Lúr. Oké, teli van a kártya. Akkor adunk el pár kártyát. Na, itt lesz nehéz választék, mert már a jóformán, itt van. Minek nekem ez a kártya? Ez se kell nekem. Nem, azért a négyes kártyát meghagyjuk. Hármas az mehet, a négyes csillagosat meghagyjuk. Itt is van. Három darab, három kártya. Ezt is eladom. Ezt nem tudom eladni. Ha. Siva kártyát eladjuk, négy csillagos elég belőle. Egy darab három csillagos kártya itt is elég, nem kell dupla kártya nekem, fölösleges. Na nézzük, mit vannak itt. Kettő darab három csillagos kártya, ez se kell nekem. Eladjuk. Na nézzük, még mit adhatunk el. Amiből kettő van, ugye itt van a ez a kártya, ez is. Hades. És van négy csillagos, három csillagos, olyan pupukártyák. Mehetnek. Nem érdekesek, itt is pupukártya. Fölöslegesek. És négy csillagos kártya, kettő ugyan, ami már van alapjából. De úgy tüntetik, hogy új kártya lenne. A level 20-as kártya, ez is Hades, egy kártya elég. Volt kártya és a végén. Tehát tudom látjuk, hogy mindegyikből lép egy kártya. Itt van egy kuport kártya is, ezt is eladom. Oké. Okay. 18 ability ticket. Azt fogok kapni, eladom ezeket a kártyákat. Lehetséges. Jó, mehetünk vissza, bocsánat. Tudat fogunk az éjszaknak. Ja. Mi van itt? Casey kártya régen. JRP. Régen volt a Final Fantasy 12-es kártyát használjuk. Akkor kölcsön kérjük. Online játékostól. Friends ticketek is azért jönnek rendesen. Lássuk a pupukat. Nézzük. Kivégezve összes. Tehát a harmadik kör, neki Dark Elemental. Nézzük, itt már Light Element van. Ugye utolsó körben fogjuk kihasználni a Ice Strike-ot megint. Feltöltődött a limitünk. Most itt mindjárt kezdek egy Ice Strike-ol. Bye bye! Ennyi neki. Szuper. Készen 30 000 pont. Nem sok, de több mint az előző.
Ennek fel ugye a experience pontok is, HP 3263-ra ugrott, de mindig valami felugrik, titkaszák, ha nem fejlődünk. Na, milyen kártyát kapunk? Dark Kuku kártya. Két csillagos, nem rossz. Floppy Flyer? No. Igen, olyan játékos kell, akinek Aries kártyája van. Úgyhogy, menjünk a 302 Red Streethez, UFO Sighted. Nagyszerű. Agitos Bond. Milyen kártyák vannak itt még? Várj, egy olyan játékos, akinek a többi kártya megvan, ugye? Final Fantasy 15-ből, tehát nagyon jó kis játék. Pár végigjátszást látom is fent a YouTube-on, ugye? De személyes kedvencem akkor is a 7-es marad, ugye? És most nem sokára már meg lesz a remake is, nem tudom, talán 2018-ra megkívánok a Final Fantasy 7-es remake-et, amit korábban említettem. És gondolkozunk rajta, hogy beleinvestálok a PlayStation 4-be, de ez még a jövő titka. Tehát csak a játék véget. Igen, csak a játék véget. Na! Kicsi nehezen töltődnek a kártyák nekem most. Valami oknál fogva. Nem tudom miért, tehát a harmadik kör. Ezek a Dark Element és a Light Elemental rendelkező ellenfelek már erősebbek, alapból észreveszem, hogy erősebbek. És sajnos nincsenek olyan karaktereink, olyan harcosánk, akik ezekkel az elementekkel bírnának. De bizonyos kívül, ugye, ahogy mondtam, a kívülseteken múlik, hogy meg tudjuk nyitni ezeket a képességeket, vagy a új harcosokat meg tudjuk szerezni. Amint a Jobsummonnál kell, de most egyelőre a kártyákra elhasználtam a Medicite-ot és a Summon ticket-et is. Ugye nulla Medicite-ünk van. És ha megint felmegy 3000 Medicite-ra, 3000 Medicite-ot összegyűjtjük. Szuper! 3000 Medicite-t összegyűjtjük, akkor a Jobsummonnal fogunk koncentrálni, mire addigra lesz annyi Mystic Tabletünk, hogy annyi skillsheet-et farmolhatunk, hogy lesz elég arra, hogy megnyissuk az összes funkciót, a harcosnak összes funkcióját, összes pluszát. És egy új jobb kártyát is szerezhetünk magunknak. Light Kuku kártya, jó. Dark Kuku, fantasztikus. Kuku Soul. Na, ide mennyi Kuku Soul kell. Milyen kiderül. Ó, ide 20 kell. Jó. Most csinálunk egy 10-es akciót, de ide fogunk teleportálni, mert itt könnyebb az ellenfél. Várjunk. És ha lejjebb megyünk, lejjebb milyenek vannak? Lejjebb nincsenek, ugye két helyen van UFO, úgy látszik. Ide 202 veszélybe, gyorsabban elintézhetjük az ellenfelet. Itt is ugyanazokat a pupu lelkeket kell begyűjteni. Ugye? Úgy látszik meghalni, jöttek ide Palamésziára. Ez nagyon gyöngék, hogy el akarják foglalni a világunkat, valamész a világát. Earth Cross, Iron Giant van. A Wedge kártyát, amit kidobtunk most, ugye, lecseréltünk. Másik Final Fantasy 15-es kártyáról, mint amit nem bánok. Tehát ezek a kártyák is limitált ideig vannak.
9 fokú lelket kell begyűjteni ahhoz, hogy meglegyen a 20 kártyán, ott a 20 fokú lélek. Tovább tudunk menni B-nek az B-re az utolsó pontokhoz. Kíváncsi volt, mire tudjuk a szorít, kapunk-e valami extrát, vagy két kicsit. Tehát a második kör. Vannak azért ölegen, úgyhogy de jó, hogy a Iron Giant társaságot, amivel areáltak, ugye? Úgyhogy egy ellenségre koncentrálódik a támadás, amit megkapja, amit ugye az összes ellenség is megkap, tehát ugye körülötte vannak ellenfelek, és kapnak előle a támadásból. Magic is mine. És hát a UFO főnök arc hihetetlen, hogy ilyen UFO-kot is beleraknak. Fantasztikus. Úgyhogy a light változat, a másik a dark. Ugye a Ice Strike, nem fogunk katyázni vele. Kártyánk is fejlődik közben, mi is 3272 HP, 321 támadás, 165 V-power. Quick cast, valami volt ott, igen. Csak lemaradtam róla, mert gyorsan én mondtam a... Ha, fokuszol, igen, jó. Már ez 8 kell, flop is flyer, no. Van ilyen kártyánk, nincs szükségünk, hogy folyta... kövessük ezt a játékost. Tehát nincs szükségünk a kártyájára, kölcsönbe. Úgyhogy ufoszájt itt megint csak. Cserő fog szólni egész. Oráklis Blessing. Jalluna Freya, ez nekünk van ez a kártya, úgyhogy... Erre most nincs szükségünk. De... Ám legyen, tegyünk még egyet. Ha! Most a pupusolok begyűjtéséhez. Begyűjtéséről szól ez a végigjátszás. Ugye? És ugye a Mystic Tablet-ből is már lassan 30-30 darab van. Elérjük a 50-et, 50-et vagy a 60-at, akkor megint megújulunk a... Neki is ugrunk neki? Ja igen, a Gigantor Terrace-nek, ahol a legjobb a szorzó a skill seed-ekre. Pillanatban belül a Fire skill seed-et is fel tudjuk tornázni. És aztán megnyithatjuk a harcosoknak, akik még vannak új harcosok, azoknak a speciális tulajdonságát. Azokat a harcokat tudjuk használni, és addigra szerintem meg lesz a Magicite, a 3-at Magicite megint, bízok benne 6 summon ticket is valamilyen szinten, és már csak a drop summon hiányzik, így a drop summon fogunk elővenni, úgyhogy Berserker, a dobok között tűnt fel, úgyhogy
Közben lemaradtam az Ice Cycle-ról, a Breaker, ugye? Nem mondtam, hogy jöhet egy break. Jó, ez jöhet egy Ice Cycle. Azt nem is kell, hogy végezzük. Experience points, 10 forduló, és nincs kártya. Fokuszol, igen. Megjelenítik a UFO megint, ezt vissza mászkál, amelyik után. Jó. Ice boost, drain, mi van itt? Drain. Legyen a drain, hát ez kártya. Ugye, amikor meges ellenfelet és életet veszünk el avval, hogy támadjuk az ellenfelet. És pompa gyógyítsuk a támadástól. Aztán gyert egy Ice Strike, kezdjünk egyel. Gyert is a második Breaker. Elemental gép, kaptunk a kuputól. Hát szégyen, nem szégyen, őszintén megmondom. Pupu elárult a társait. Úgy néz ki, ugye körülöttünk lebeg. Most nem a Echo lebeg, hanem Pupu, kaptuk egy ilyen spécit. Üllént, ugye, akit feltehettünk, és hát úgy néz ki, mint elárulta volna a társait, hogy átállt hozzánk. Hogy ő legyen egyetlen túlélő. Nagyon úgy néz ki. De hát visszatértem a Echo-t is, már bármikor. Igen, de most ilyen vicces körülmények között, hogy őt lebeg, hogy őt is lehetett látni egy pillanatra. És meg segít is minket, hogy ott lehet látni, egy kicsit is. Ó, igen. De pörög rendesen, úgyhogy... De az UFO kivégzése. Itt pontokat nem igen kapunk. Nagyobb értékű pontokat, mivel itt az ellenfél felek általában gyöngék. Nagyon gyöngék. Nem is baj. De itt most kellett volna egy Ice Strike-nak fölmennie, de hát... Ah, mindegy. Ó, oh, ennyi. Super. Megint csak. 3281 a HP, 322 a támadás. Ennyi egyenlőre. A kártyák hasonlóak, a kukuszól még egyszer, hogy megnézzük, hogy mennyi kukú lelkünk van. Még begyűjtöttünk eddig. Akkor legjobban úgy tudjuk megnézni, hogy bánkit van információ valami. Okay, items. Oké, kukuszol. 14 vagy 6 kell, hogy elérjük a 20-at, ugye itt van egy Elite Mission, Collect Kukuszolsz. Oh, Elite Misszió, nézzük, mi az a déli misszió lesz, ugye? Ezt kellene megnézni, ezt a utat nekünk. Úgyhogy egyelőre abba hagyjuk, ezt mivel letelt az időnk, sajnos, a végjátszáshoz, ugye a kártyák vásárlása, megszerzése. Vitt el nagyon sok időt nekünk, és hát jó kis kalandba volt részünk újra, és legközelebb folytassuk délnek ezt a kalandot. Pupu földön, vagy a bolygó, nem tudom mi akar ez lenni, fogalmam sincs, Pupu Strikes Back, ennyi tudok, ez eseménynek a címe, és bízok benne, hogy újra velem tartottatok, és tetszett ez a végigjátszás, és legközelebb is velem fogtok tartani. Búcsúzó úr, sziasztok, és jók legyetek!